Új edzővel, Kovács Jánossal és néhány új játékossal a keretben készül a bajnoki rajtra a Nyírbátori FC. Az elmúlt hétvégén már 7 mérkőzésen léptek pályára a bátoriak, a Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában a Vász látogatott a Sportutcai pályára. A mérkőzésen a vendégek akarata érvényesült, a korábbi szövetségi kapitány Csank János által irányított Váciak 5-1-re megnyerték a találkozót. Azért volt csalódás a mérkőzés, mert húzottnak tartom a gólarányt. Játékba fölvettük a versenyt egy 60 percig, de utána meglátszott a két csapat közötti fizikális különbség is, és technikai részben is. Egy nagyon szervezett, masszív Váccal találkoztunk, akiknek komoly esélyük van a magasabb osztályba kerüléshez, és nem titok, hogy NB1-et szeretnének. Hát ennek alapjait már lerakták az elmúlt évbe, ezt most finomítják, és véleményem szerint hamarosan ott lesznek az élmezőnyből ők is. A szakvezető abban bízik, hogy szombaton érvényesül a színházi babona, mely szerint a rossz főpróbát jó előadás követi. Nagyon szeretnénk eredményesek lenni, mindent megteszünk ennek érdekében. Most egy picit finomítottam a dolgokon, mert az elmúlt egy hónap alatt nagyon sokat edzettünk, és kicsit úgy ítélem meg, hogy nagyon tompák voltunk még az elmúlt héten. Hát ezt lehetett erre a kis finomításra használom ki. Remélem, hogy ez a csapat teljesítményén is meg fog mutatkozni. A kupameccsen sérülés miatt lecserélt Nagy Dávid és Szilágyi Krisztián már a csapattal készül, így ott lesznek a szombaton 18 órakor kezdődő tiszaújvárosi mérkőzésen.